A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návai Lajos szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma számára kiemelten fontos, hogy a fiatalok ne csak a heti 5 napos testnevelés órán hódoljanak a testmozgásnak, hanem ezen kívül is foglalkozzanak egészségükkel, ezért számos sporteseményt szerveznek nekik. Ősszel rendeztük a kerikupát, ahol leány és fiú futballmérkőzésekre került sor 2 napon keresztül, illetve a múlt héten a csörgőlabdát próbálták ki a diákjaink, csatlakoztunk a parasport napjához, és hát további rendezvényeket is tervezünk. A saját diákjainknak most például a bajzakupát írtuk ki, ahol a szakközépiskolások osztályai vetélkednek. A mostani alkalomra városunkból, Földákról és Kiszomborról érkeztek általános iskolás növendékek. A lelkes nebulókra 8 különböző feladat várt, mint például a labdavezetés kézzel, illetve lábbal, vagy éppen a pók és a rákjárás. A játékos délutánról a rendezvényen résztvevő fiatalok meséltek stábunknak. Mindig nagyon izgalmas, mert eleinte úgy gondolom, hogy mivel már voltam, így kevésbé lesz nagy stressz, de amikor ott állunk, akkor mindenki ordít, és mindenki fél és izgul. De utána meg nagyon jó a megkönnyebbülés. Igazából a csapat, hogy így együtt vagyunk, és ugye 2 évfolyamból is, és akkor együtt tudunk így küzdeni a célért, meg a hajtás, ez mindig nagyon jó. Nagyon tetszik a verseny, jók a feladatok, jó a közösség, jó a hangulat. Elsőnek vagyok itt, eddig nagyon tetszik, a feladatok nagyon úgymond rám vannak szabva. Szerintem nagyon jó élményekkel térek haza. A megmérettetés végén a rendezők nem csak a hadcsapat tagjai díjazták, hanem a kísérő pedagógusok munkáját is megköszönték. A jutalmak között szerepelt gyümölcs, csokoládé, de az oklevelek sem maradhattak el. A sorverseny végeredményeit a képernyőn láthatják.